Jó, hát lássuk, hogy mi történt mostanság a tudomány és a technológia terén. Először is üdvözöljük a csatorna kedves nézőit, és igen, Elon Musk. És ma már másodszor fordítottuk meg a sorrendet, de nem baj, ez így jó lesz. Jó lesz. Nincs hét, nincs év, innentől kezdve nincs civilizáció Elon Musk nélkül. Hó, erős kijelentések, de lehet, hogy van benne valami. Én élőben néztem végig. Szerintem nagyon sokan lévén, hogy a YouTube streamet több mint 2 millióan követték. Igen. A Falcon Heavy rakéta fellövéséről, mégpedig, ahogy gondolom már a sajtóban mindenki értesült róla, egy Tesla modellt küldött fel. Starman, mindig elrontom. Starman bábúval egyetemben, és Asimov összessel, és Don't Panic kijelző logóval, hogy teszteljék a Falcon Heavy rakétát. A teszt maga kétharmadban sikeres volt. Nem. A teszt kifejezetten sikeres volt, mert hogy ami nem volt sikeres, az a visszatérése a Falconnak. Háromból egynek. Tehát az is... Hát a kor rakéta. Igen, de ugye ez a Falcon Heavy tekintve abszolút siker. Igen, ugye alapvetően az egész egy siker. A probléma annyi volt, hogy a két side booster rakéta sikeresen landolt, sikeresen visszatértek, viszont a középső kor elemnek nem gyulladt be rendesen a fékezőből az egyik, és emiatt nem tudott lelassulni kellően, és gyakorlatilag 300 lábbal a landoló hajó, drónhajó mellé csapódott a tengerbe. Uh-huh. Ami sajnálatos. Falcon Heavy rakétának a tesztrepülése másról nem szól, mint a 2020-as évek eleje közepére kiírt Mars expedícióhoz gyártott elemek teszteléséről. És felszállításáról az űrben. Igen. Azért ilyen fontos a Falcon Heavy, és azért történelmi jelentőségű eseményről beszélünk, és beszél a sajtó, mivel ez az utóbbi időben az első olyan teherbírással rendelkező rakéta, ami reális esélyt ad arra, hogy elkezdhessenek összeszerelni az űrben olyan hajókat, olyan modulokat és különböző egységeket, amik a Mars expedíciót és hosszú távon a kolonizálást segítik. Hogy juttatunk el materiált az űrbe, amiből aztán bármit tudunk csinálni, a kolonizálás lényege, hogy nem kivisszük az elemeket, hanem helyben történik meg a kreáció, az összeszerelés, és a többi. És most ugye nagyon nagyot ugrottunk az elmúlt évtizedekben, semmit nem változott a Falcon rakéták megjelenéséig az anyag kilójának űrbejuttatásának az ára. És most ez drasztikusan csökkent. Igen, ez körülbelül fontonként 47 ezer dollár volt a Falcon rakéták előtt. Fontonként? Majd, amikor megjelent az első Falcon rakéta, és sikeresen elandolt, a költségek hirtelen meg lezuhantak, körülbelül 2000 dollár egy font, ami nagyjából megegyező azzal, ami a null gravitációs turista élmény az Airbusokon. Igen, a parabolikus repülés. Valóban egy komoly lépés afelé, hogy sikeres, és inkább kivitelezhető legyen egy ilyen expedíció. Igen. És nem mondom, hogy meglepődnénk, ha ember járna a Marson még a mi életidőnk alatt, boldog lennék tőle, azon lepődnék meg, hogyha a mi életünk alatt az űrrepülés kommerszé válna. Hát én nem tudom, hogy milyen távlatban tekintesz a saját életedre. De hát mondjuk, hogy átlagosan 80-100 év között él egy ember. Ilyen tempóban folytatódnak a dolgok, ami mégpedig úgy írható le, hogy egy-két évtizedes vállalkozás, magánvállalkozás, magáncéllal, már más kérdés, hogy egy teljesen humanista és összérdekeket képviselő végcéllal, ami az univerzum felfedezésének és egy közeli bolygó kolonizálásának az állapota, képes államháztartásból működő, mondjuk vegyük a NASA-t vagy a European Space Agency-t, mert az egy állami szerv. De hogy transz állami szerv és transznacionális támogatásokból épül fel, és sokkal régebb óta működik, és nem azt mondom, hogy teljes egészében lekörözi, de azért. Brutál ez a tempó, ahogy haladunk. Igen. Én mondom, kíváncsi vagyok, hogy olyan módon kommerszé válik az űrrepülés, hogy nem azt mondom, hogy mindenkinek van űrautója, de hogy egy halandó ember, mint mi, igen, ki tudunk-e jutni, hold, bázis megnézés, stb. Kíváncsi vagyok. Én ezt hozzátenném, bocsánat,
ugye nem egy egyszerű folyamatról beszélünk, és nem a kommercializálás ott ütközik, hogy te haza szeretnél jönni. Tehát, hogy az még egy... Ezt nem mondtam. Mindig egy problémás dolog, hogyha tényleg népeket, vagy tehát mennyiséget szeretnénk kivinni az űrbe, őket vissza is kell utána hozni, ami még mindig nem egy olyan egyszerű feladat, mint visszaparkolni egy hajtórakétát, vagy emberek százai fognak bepotyogni az óceánba lassító ernyővel, mint ahogy az asztronauták. Igen. És akkor az mit tesz megint, hogy akkor már a légi közlekedéssel lesz összeegyeztetni, tehát hogy az már egy nagyon bonyolult folyamat. Ez egy rengeteg, igen. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel és osszatok meg minket. Illetve, hogyha szeretnétek, akkor Patreon is tudtok minket támogatni. Nagyon köszönjük.